Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni, illetve előre is, már mindenkinek kellemes ünnepeket. Nem tudom, hogy eddig hányszor mondtam ezt, de készüljetek fel, ugyanis még rengetegszer kellemes ünnepeket fogok kívánni, ugyanis értitek, jobb többször, mint egyszer. Na de a most következő horror videónkban elhoztam nektek egy rövid horror kisfilmet, aminek az a címe, hogy a Mikulás. Mégis mi lesz itt, valami elátkozott télapó, aki kísérteni fog mindenkit, vagy mi? Hát kíváncsian várom, de van egy olyan érzésem, hogy mostantól kezdve akkor már az ünnepektől is félni fogunk. Na az már valami, de ezt most akkor derítsük is ki, és akkor kezdjünk is bele. Milyen jó karácsonyfával kezdünk már az elején. Hát egyből még jobban karácsonyi hangulatom lesz itt a végén, nagyon, de nagyon remélem, hogy nektek is. És hoppá, hoppá, jön is már a Mikulás, aki bárhogy nézem, nem túl barátságos, és hova tűntek a szemgolyói? Már nem azért. Milyen Mikulás ez? De valaki most bizony imádkozik, hogyha jól hallom. Hoppá, hoppá! Mondja, hogy ne büntesse meg semmi, de mégis mi van a puttonyában, ami ilyen nehéz? Láncok? De az mégis miért van nála? Hát... nem túl barátságos eddig, maradjunk annyiban. A Mikulás. És gondolom, hogy most karácsony előtti este van, a srác pedig már megy is aludni, és izgatottan várja a holnap reggelt, amikor bizony a Mikulás meg fogja hozni neki a karácsonyi ajándékait. A Mikulás nem osztja meg a titkait. Mutatja, hogy ott van az ágyában az ő szörnyölője. Hát lehetséges, hogy az elátkozott Mikulás ellen az bizony kevés lesz. De csak nem fogja megtámadni meg semmi. Nagyon, de nagyon remélem. Hát a végén ez a horror videó tönkre teszi nekünk az ünnepeket. Egy kicsikét nyitva hagynád az ajtót, kérlek, anya. Lehetséges, hogy meg akarja figyelni majd a télapót, amikor hozza az ajándékokat, vagy mégis miért? De emlékezz rá, hogy a Mikulás tudja, amikor te ébren vagy. Hogyha egy nem horror videóban lennék, ez egy ilyen kis barátságos mondatocska lenne. Na de ilyen körülmények között, valljuk be, annyira már nem barátságos, és jaj, de sötét lett itt. De hát szerencsére valamennyire nyitva van az ajtó, és így bejön egy kicsike fény. Mégis mit vett ott észre, és mi a baja? Nyugodj meg, srác, csak aludj, nem lesz semmi baj. Tegyünk úgy, minthogyha nem egy para Mikulás mászkálna a környéken. Csak az ajándékaidat... fogja hozni? Mi volt ez a hang? Valaki leesett a lépcsőn? Lehetséges, hogy az édesanyukáját bántotta a Mikulás? Ne! Meghalt az édesanyukája, és valaki lelökte őt a lépcsőn. Srác, zárkózz be most azonnal a szobádba, és hívd ki a rendőröket! Bent van már a házban az a Mikulás, akit az előbb még az utcán láttunk. És akkor nagyon, de nagyon nagy eséllyel ő lökte le az édesanyját. Ne! Fuss már, srác! Zárkózz be a szobádba, és nem zárja be a szobájának az ajtaját, de elbújik a takarója alá. Ugyanis a takaró az mindig megvéd. Persze, persze. Hiszitek ti ezt? Mindjárt majd a Mikulás szépen lehúzza rólad a takarót, de hát nála van a szörny ölő fegyvere. Mennyire durva, hogy egy másodperc alatt az ünnepek rémálommá válnak. És elveszítette
Az édesanyját. Ő pedig az apukája, vagy a testvére? Hát de figyelj már, te nem láttad a kisrásznak az édesanyját, hogy meghalt? Vagy lehetséges, hogy ezt az egészet a kisrász csak beképzelte? Is everything okay? Hát eléggé gyanús ez az egész. On the staircase. És nem nagyon értem én még teljesen. It's alright, little man. Your mom's in the kitchen cleaning up that mess you guys made. Baking those cookies for Azt mondja, hogy az édesanyja a konyhában van és takarít. És nem esett le a lépcsőn. De a kisrác akkor mégis mit látott? Fú, de megijedtem. De hát szerencsére csak az édesanyja van ott. Erről van szó, nem esett semmi baja. He's fine, he just had a little nightmare. De a srác akkor ezt az egészet csak álmodta? És nincsen probléma? Na, hát akkor megnyugodhatunk. Minden rendben van. Mi lent voltunk csak a földszinten. Próbálj meg aludni, ugyanis holnap nagy nap lesz. És annyira előttem van, hogy mindjárt a hátuk mögött meg fog bizony jelenni a para Mikulás az ajtóban, vagy valami. Mert azt tuti, hogy most bizony nem álmodik a kisrác, és ez itt a valóság. De hát gondolom, hogy ismételtem mindjárt, le leszem kapcsolva a villany, és be lesz húzva az ajtó egy kicsikét. Szóval jó sötét lesz a szobájában. De hát le is fektették aludni, és mondták neki, hogy szeretik? Na mi volt most ez a hang? Most tudja, hogy már nem álmodik? Hát ennyi idő alatt biztos vagyok benne, hogy nem aludt el. De hát ő megy meglesni, gondolom, hogy naivan azt hiheti, hogy jaj, csak a Mikulás viszi az ajándékait. De hát lehetséges, hogy a Mikulás... nem az ajándékaidat viszi, hanem bizony a szeretteidet el. De akkor ez az egész mégsem álom volt? Hanem valahogy ennek az elátkozott Mikulásnak van egy ilyen szuper képessége? És oda klónozta a szüleit? Hogy megnyugtassák a srácot? Ez az egész baromira érdekes és baromira gyanús, de hát a kisrác már megy is intézkedni. Ne. Tuti, hogy valami csapdába fogja ő csalni a Mikulás. Hívd már ki a rendőröket, meg a szörnyölő fegyvered sincs most nálad. Ne csináld már. De az ajándékokat már meghozta a Mikulás. Na, ő az édesapukája, ugye? De ha az édesapukája, akkor miért viselkedik ilyen parán, és miért van full sötétben? És miért van nála egy kalapács? Ne! A Mikulás elkapta az édesapját, pedig az apuka, gondolom, hogy meg akarta védeni a családot, azért volt már nála fegyver. A Mikulás tönkretesz itt az ünnepeket. Na de a kisrác megy is fel, azaz. Hívd ki a rendőröket, haver. És elbújik a szekrényében, azaz. Nem rossz taktika az. Kivéve akkor, hogyha Mikulás mondjuk nincs a szekrényedben. Pont mögötted, vagy nem talál meg téged. Mi van itt a háttérben? De várjatok már. Mögötte, minthogyha mozgott volna valami. Nem lehetséges, hogy ott van ő is a szekrényben. De hát nem. Mivel jön a Mikulás és közeledik. És keresi őt. Milyen durva keze van. Mennyire durva az arca. Hát rendes, komolyan ijesztő. De nyugodjunk meg, ez az egész csak egy rémálom. Ez nem a valóság. Remélhetőleg. És most már hirtelen eltűnt csettintésre. Kérlek szépen mondjátok azt, hogy az lesz, hogy kiderül, hogy ezt az egészet a srác csak beképzelte, és a szüleinek nem esett semmi baja, és minden rendben van. De tudod, hogy most lesz a jumpscare, mi? Ott van mögötted, srác! Tudtam én, hogy valami hasonló lesz. Éreztem! Ne! És rendes, libabőrös lett a lábam, meg mindenem. De hirtelen most meg eltűnt? Nagyon, de nagyon gyanús nekem ez az egész. Tudja, hogy a végén valami pozitívuma
lesz ennek az egésznek, és minden jóra fog fordulni, de láthatjuk, hogy a tévének a tükröződésében bizony. Látszódik a Mikulás, hogy bizony ott van? Ne! És megöli a kisrácot is? Szóval akkor ezek szerint az a fegyver volt a zsákjában, de csak álmodta ezt az egészet! És gondolom, hogy most már bizony másnap reggel is van, azaz karácsony napja. Csak egy rémálom volt. Nincs itt semmi probléma. Good morning, Tyler. Merry Christmas. De várjál már. Éppen örülni akarok, hogy életben van az édesanyukája meg minden, de eléggé furcsa az, hogy a szobájának a sarkában ott áll. Mennyire ijesztően néz már ki. Nem lehetséges, hogy az elátkozott Mikulás megszállta vagy valami? Merry Christmas. Boldog karácsony. We thought you were gonna sleep all day. Your father's ready to open presents. Come on downstairs, sleepyhead. Azt hittük, hogy már egész nap aludni fogsz. De gyere, és nyisd ki az ajándékaidat. Az anyuka, minthogyha teljesen máshogy viselkedne, mint eddig. Baromira gyanús nekem ez az egész. És szerintem a kisrácnak is. Vajon az apuka is furcsán fog viselkedni? Merry Christmas, little man. Boldog karácsony, kis haver! Na, mennyire boldog a kisrác, minthogyha... Mi sem történt volna, de várjatok már! Mondtam én, hogy az anyuka gyanús, mondja az apuka, hogy menjünk és keltsük fel az édesanyukádat. Ha az anyukája alszik, akkor az előbb ki volt a kisrácnak a szobájában? Mondtam én, hogy baromira gyanús volt. Merry Christmas. Oh, thank you. Na, először meglepődtem, hogy a kisrácnak ez az egész nem gyanús, de most bizony elkezdett számára is gyanús lenni. Halljátok? Végig libabőrös vagyok már megint. Nagyon, de nagyon furán viselkednek a szülei. És minthogyha ezt énekelte volna Mikulás is. Fuss már! He knows when you're awake. Ne! A saját szülei bántani akarják a kisrácot. Gondolom, hogy a Mikulás bizony nagyon is elátkozta őket is. Fuss már! Nehogy bajod essen! Ne! És bizony, az egyik ajándékban ott volt a Mikulás. És nagy eséllyel akkor gondolom, hogy a kisrácnak az utolsó másodperceit láthatjuk most. Hát egy brutálisan komoly sztori volt ez. Egyáltalán nem is gondoltam volna, hogy ilyesmi lesz ennek a vége. Az elején egy kicsikét bizonytalan voltam, hogy mégis mi történik, de így a végére szerintem sikeresen megértettem, és rájöttünk arra, hogy bizony ez a Mikulás megszállja az embereket, és manipulálja, és kedvére tudja irányítani az embereket, és az első ráeszmélése, hogy mégis mi történt az édesanyjával, sem rémálom volt, hanem az is valóság volt. Csak a Mikulás úgy intézte, hogy azt higgye, hogy rémálom legyen. Szóval lehetséges, hogy bármilyen rémálmunk van, az igazából valós. Jó, vagy csak ijesztegetni akarlak titeket, de már inkább be is fejezzem úgy, ahogy ezt a videót. Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez az egész. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Minden ott van lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg. És akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!